hagyd magad legyőzetni a nehézségekkel, közönnyel, sikertelenséggel. Prohászka Ottokár születésének 160. évfordulója tiszteletére a Velencei Tavi Kistérségért Alapítvány szervezésében a Fejér megyei közéleti emlékfalra került a püspök Dombor műve, Elek Imre képzőművész alkotása. Az ünnepi eseményt Rodics Eszter, a halászkastély igazgatója nyitotta meg. Az ünnepségen El Simon László, országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, éltek és járnak köztünk olyanok, akiknek azért adott talentumot és több terhet a Jóisten, hogy mások életére is hatást gyakorolva aktívan alakítsák természeti és társadalmi környezetüket. 2017-ben kezdtük el itt a Káponásnyéki Halászkastély parkjában jól tudom, ez több mint 100 éves tégla, illetve kőkerítés falán elhelyezni azokat a dombor műveket, amelyeknek a sora, hogyha összeáll, akkor hitünk és reményünk szerint egy Fejér megyei közéleti panteón fog megszületni. Az a célunk, hogy azokat a közéleti személyiségeket, politikusokat, egyházi embereket, írókat, gazdálkodókat és a többi, akik ennek a megyének az életében jelentőset alkottak, és akiknek a munkássága nem ritkán a megye határain is túlmutató jelentőséggel bírt. Őket örökítsük meg egy-egy domborműben. Az első alkotás az Fekete Jánosról szól, és idén két domborművel folytatjuk ezt a közéleti panteont. Éppen 160 éve született Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, akinek az életműve azt gondolom, hogy óriási jelentőségű. A magyar katolicizmus történetében is kiemelkedő. Nem csak az egyház vezetői, egyház szervezői, prédikátori tevékenysége, hanem az írói munkássága is óriási jelentőségű, mély és súlyos aktualitásokat hordozó. A Kápolnásnyéki Halászkastély parkjában elhelyezett emléket Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök áldotta meg. Prohászka szavai mindig aktuálisak, mintha egy közülünk szólna hozzánk. Harcokat kell vívnunk máig azokért az igazságokért, melyeket ő fogalmazott meg, mondta a főpásztor, aki reményét fejezte ki, hogy aki a dombormű előtt megemlékezik Prohászkáról, elgondolkodik a püspök ma is aktuális üzeneteiről. Az, hogy Prohászkáról beszélünk, és szinte napról napra előkerül beszélgetésekben, konferenciákon, lelki gyakorlatokban és magánimádkozásokban, az ő személye, az ő általa leírt gondolatok, ez azért lehetséges, mert az ő tanítása, élete aktuális ma is. Nekünk úgy gondolom, meg kell tanulnunk azt, hogy ne csak beszéljünk róla, ne csak idézgessünk tőle, mert ezt könnyen meg lehet tenni viszonylag, hanem hogy próbáljuk követni az életét, megtanulni tőle azt, hogy tudjuk lángoló szívvel szeretni az Istent, tudjunk imádkozni, és az imádság legyen a napjainknak része. Meg kell tanulnunk úgy szeretni egymást, ahogy Prohászka tanított bennünket egymást szeretni, hogy nem csak szóval, hanem úgy, hogy amin van, azt a másik rendelkezésére bocsátom, nem csak a felesleget, hanem akár még a szükségesből is. Prohászka erre mutatott példát egész életében, hogyha mi tudunk a jó mellett kiállni, ha Isten fényében, a Szentlélek erejében tudjuk megkeresni az igazat, és megpróbáljuk ezt tevékeny szeretettel valóra váltani a mi életünkben, akkor tudjuk azt a világot szolgálni, amelyet Prohászka is szolgált, akkor tudunk úgy élni, ahogy ő tanított bennünket élni, akkor vagyunk Prohászkának igazi tanítványai. A rendezvény keretében Mózesi Gergely püspöki gyűjtemény igazgató ismertette Prohászka Ottokár életútját, méltatta életművét. Hogy nyelvezete végig, egész életében germanizmusokkal terhelt volt, kicsit barokkos körmondatokkal fogalmazott, de olyan erős képeket használt, amik nagyon plasztikusak voltak és tényleg hatottak. A Velencei Tavi Kistérségért Alapítvány szervezte eseményen másodikként került Prohászka portréja a kastély fal kerítésére, amely a Fejér megyei közéleti emlékfal nevet kapta. A tervek szerint erre a falra a későbbiekben is a megyéhez köthető arcok kerülnek majd.